A zöld küllő lett az évmadara 2022-ben. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület internetes szavazásán a voksok 41%-át zsebelte be a harkályféle. A faj jól érzi magát a lakott területeken, így gyakran megtalálható az idős faállománnyal rendelkező nagyvárosokban. Az MME 1979-ben indította el a szemléletformáló programját, hogy felhívja a lakosság figyelmét és széles körben megismertesse a természetvédelmi problémákkal érintett fajokat, madárcsoportokat. Minden évben 3 fajt jelölnek ki az internetes voksolásra. Idén a madárvilág sokszínűsége volt a téma, így a zöld küllő mellett a kékbegyre és a vörösgémre lehetett szavazni. Összesen 11.123 szavazat érkezett. 32%-kal a kékbegy végzett a második helyen, a vörösgém pedig a szavazatok 23%-ával lett harmadik. Zöld küllő országosan elterjedt madárfajunk, az zárt erdők kivételével mindenhol, minden fás élőhelyen megtalálható. Kimondottan kedveli a lakott területeket, hiszen itt a gyepekkel, parkokkal, kertekkel tarkított nagyon sok idős fát tartalmazó növényzet, ez ideális élőhelyet kínál számára. Nem véletlen, hogy a településen leggyakoribb 3 harkályfaj között ott van a zöldküllő is, ugye a nagy fakopáncs, illetve a balkáni fakopáncs mellett. A zöld küllő nem vonul, így egész évben találkozhatunk vele. Szabó Zsolt természetfotósnak sikerült egy példány lencsevégre kapni a csónakázó tónál. Van itt egy itatós lesem, és annak odajött inni a madár, és egy portrét sikerült róla készítenem. Nagyon rövid ideig volt ott, egy pár percig talán, vagy még annyi ideig sem. Ivott a vízből, aztán elrepült. Ugye egy szép nagy madár, nagyon szép zöld színe van. Ugye a zöld szint azért zöld színű a madár, mert ugye a földön tevékenykedik legtöbbször, ezért a zöld szín ugye álcázza, amikor a földön van. A hazai állomány 20 000 pár körüli, de Magyarországon és Európában stabilan növekedő tendenciát mutat. A zöld küllő védett madár természetvédelmi értéke 50 000 forint.